estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, Aktuális Kérdések című heti magazin műsoron következik. Mai vendégünk Koncz Tibor Esperes. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Koncz Tibor Esperes úr. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntök mindenkit. Azért hívtuk ma meg egy stúdióinterjúra, mert több programra, illetve akcióra is készülnek a következő időszakban, de talán egy picit tekintsünk először vissza a múltra. Milyen egyházi programokat szerveztek a közelmúltban, illetve ebben az esztendőben, amelyeket kiemelne, és volt-e olyan, ami esetleg nem csak a városunkat érintette? Igen. Hát a 2018-as évet mi úgy nevezzük, hogy az 501. év, mert hogy 500 év a reformáció történelmében, azt tavaly nagyon szépen megünnepeltük, rengeteg programunk volt, de természetesen volt, ami átcsúszott, illetve volt, amit nem is volt szándékunk a maga idejében megtartani. Többek között ehhez köthető, hogy van nekünk egy testvérgyülekezetünk Erdély országban, ez Kézdivásárhely mellett van, és tavaly kaptunk tőlük egy csodálatos székelykaput, ami ott díszlik a templom parkban, és úgy gondoltuk, hogy ideje őket meglátogatni, és egy nagyon komoly csapattal elmentünk. Ennek most volt az ideje, ez novemberre esett, egyébként pedig végig a rendszeres alkalmainkat tartottuk. Kiemelném, vagy kiemelhető olyan programot, ami nem csak a települést érintette, hogy nem régen volt nálunk egy nagy konferencia, azt tudnia kell a kedves hallgatóknak, hogy nálunk a presbiterek ugyanazok, mint az önkormányzatnál a képviselőtestület, tehát nálunk is van képviselőtestületük, őket így hívják, hogy presbitérium, és a református egyház sajátos rendszeréből fakad, hogy minden egyes gyülekezetnek van saját presbitériuma. Ugye ez az önállóságnak, az autonómiának a jelképe, hiszen minden református egyházközség saját ingatlan vagyonnal, saját gazdálkodással rendelkezik. Ennek az irányítását nem központilag oldják meg Debrecenből, Budapestről, hanem mindenki saját maga felelős ezért. Ennek megvannak az előnyei és megvannak a hátrányai. Előnye mindenképpen az, hogy helyben dőlnek el a dolgok, a hátránya, hogy teljesen magunkra vagyunk hagyva, hiszen amit magunknak megtermelünk, abból tudunk bármit is megépíteni. És ezeknek a vezetőknek, a képviselőtestületeknek volt itt Karcagon egy szép rendezvény, ez november 3-án volt, ahol a püspökünk jelent meg, illetve az egyház kerülettől még jó néhány vezető. Alapvetően nem csak informális, hanem inkább, így mondom, elsőrenden egy megerősítő, lelki jellegű, fölkészítő találkozás volt, hiszen nem csak arról kell tudnia egy presbitériumnak, hogy milyen jogszabályok vannak, hanem arról is kell tudnia, hogy a megváltozott körülmények között hogyan lehet egyébként nem szervezetben, hanem gyülekezetben, lelki közösségben gondolkodni. Tehát ez volt a múlt hónapnak, elmúlt két hónapnak talán a legfontosabb eseménye. És hát lépünk rögtön tovább, már a jelenben szervezzük a következő programokat, mire a kedves televízió nézők látják ezt az adást. Addigra nagy reális esély van rá, hogy már túl leszünk azon, amire most készülünk a legjobban. Ez pedig a mostani vasárnap, ez 25-e. A Magyar Rádió, a Kossuth Rádió élőben közvetíti az istentiszteletünket, tehát erre készülünk. Hogyan szervezték meg ezt a programot? Ez úgy, volt már ilyen egyébként Karcagon? Volt. Ez az én regnálásom idejére levetítve ez a harmadik ilyen. Számomra is meglepetés, hogy miért kell ennyit
az én szolgálatomból közvetíteni, ez már egy személyes megjegyzés, hiszen nagyjából lehet sejteni, hogy egy évben ugye van 52 vasárnap, de nem minden vasárnap a reformátusoké, és ha ezt úgy föloldom, akkor azt lehet mondani, hogy havonta egy lehet az, ami református közvetítés, és én már a harmadikat csinálom az elmúlt 15 évben, szerintem ez igen komoly szám, és ennek ellenére természetesen örülünk is, megtiszteltetésnek tartjuk. Ez úgy van, hogy leosztják, 4 egyházkerületünk van, és 27 egyházmegye, és ahogyan a forgás adja, maga a központ, a zsinati központ Budapesten jelöli ki, hogy ki fogja tartani, úgyhogy én magam is kapok egy kedves levelet és egy kedves hívást, hogy akkor tessék Esperes úr rákészülni, akkor 25-én tetszik prédikálni a rádióban, és akkor csak annyi van, hogy tisztelettel, alázattal elfogadjuk ezt a lehetőséget, viszont innentől kezdve minden szervezés a miénk. Máshogy készül egy ilyen prédikációra, mint egy átlagos vasárnapi igen. prédikációra, amelyet nem közvetít a rádió? Igen, igen. Hát lényegesen más, tehát ez teljesen más műfaj. Ezt nem kell mondanom, hogy a média ez más műfaj. Itt olyan korlátok vannak és olyan korlátozások, amiket én nem szeretek, alapon nem szeretek. Tehát mind műfaji, mind pedig idői korlátok vannak, amiket figyelembe kell vennem, amit a saját kis közösségemben, a saját családomban, hiszen annak tartom a gyülekezetet és a templomba járókat, ott könnyedebben lépünk ezen túl, tehát vannak olyan liturgikus megkötések, amiket a saját magunk jól fölfogott érdekében elengedhetünk, és azt mondhatjuk, hogy hát ezt most nem tesszük bele, ezt kihagyjuk, beteszünk helyette mást. Ez egy rádiós istentiszteletnél úgy van, hogy kapunk egy kottát. A kottának az az értelme, hogy megvan, hogy 17 pontban, másodperce lebontva minek kell történnie. Tehát inkonkrétan megvan határozva, hogy 10 óra, ugye nálam 10 órakor kezdődik az istentisztelet, 10 óra, 4 percig van a hírek és a időjárás elmondása a rádióban. És akkor én látom, hogy 10 óra 4 perc, től 10 óra 4 perc 30 másodpercig a rádiós szerkesztő bejelenti, hogy most Karcagról a református nagy templomból igét hirdet, és aztán 10 óra 4 perc 30 másodperckor van, hogy elindul az istentisztelet, és akkor lehet látni, hogy mire mennyi idő van. Na ez engem nagyon-nagyon frusztrál. Képzelj el valaki, hogy úgy be kell lőnie a beszédét, hogy az prompt 20 perc alatt legyen. Akkor az énekre meg a határoz, hogy 2,5 perc. Na most, ha valaki lassabban játszik az orgonán, ugyanaz az ének nem 2,5 perc. Ha van egy korál előjáték, akkor az már nem 2,5 perc. Tehát ez mindenkinek egy teher. De eddig a Jóisten mindig megsegített bennünket, és megfelelő módon tudtunk teljesíteni. Nagyon-nagyon remélem, hogy így lesz most is. Mondom, a legfontosabb az, hogy ezt a korlátot kell valahogy magamban legyőzni, ami nagyon nehéz. Mennyiben változott meg az élete, amióta Esperes lett? Hát két jelentős változás van. Az egyik jelentős változás, hogy igazából nincsen pauza. Tehát ezt nyilván, aki valamilyen nagyobb rendszernek a vezetője, rájön arra, hogy a saját magának az ügye, amúgy is ránk bízottak itt Karcagon adnak munkát, mellett még 34 másik gyülekezetnek, intézményrendszereinek, ezt így képzeljük el, hogy van a Nagykunsági Egyházmegyében 36 ezer református. Na most ez a 36 ezer református, ennek az életének a szervezése, felügyelete, az mind itt van, most innentől kezdve. Van 38 lelkész, azoknak a magánéleti, szakmai dolgai mind nálunk van nyilvántartva. Az egyházmegye ráadásul egy nagyobb rendszernek, kerületnek, országos egyháznak, sőt határon túliakkal együtt egy generális egyháznak a tagja. Tehát olyan helyekre kell elmennem, és olyan helyeken kell képviselnem az egyházmegyét, a nagykunsági reformátusságot, ahová önmagamtól biztosan nem mennék, meg nincs is igazából értelme, de valakinek képviselni kell. Tehát olyan idők vesznek el számomra, amit én a gyülekezetre fordítottam volna, vagy akár saját magamra, családomra,
Ami nem volt betervezve, természetesen tudtam, hogy ez így lesz, de ezzel szembesülni azért az egy kihívás. Magánéletével összeegyeztetni? Ez azért nekem könnyű. Nagyon könnyű, mert a feleségem is lelkész. Tehát ezt megmagyarázni egy tanítónéninek, egy postás kisasszonynak, hogyha a feleségem az lenne, hogy most a hétvégén semmiképpen nem lesz semmilyen találkozási mód, hogyha a hétfőtől péntekig amúgy mindenki végzi a maga munkát, és nekem még a hétvége is elvész, és nem abban az értelemben, hogy vasárnap azok mindig lefoglaltak voltak, de többnyire itt voltam Karcagon. Na most éppen legutóbbi hétvégén Kengyel településen prédikáltam, előtte Berekföldön, előtte Tiszaföldváron, tehát mindig van valami, ami miatt a jelenlétem itt nehezen megoldható, de nagyon jó a munkatársi gárda, és különösen is a feleségem nagyon komoly segítség ebben. És így meg tudjuk oldani. Tehát ez az egyik, ami nagy változás. A másik változás pedig, amit érzékelek, hogy jó jobban megismerni a kollégáimat és a munkájukat, és sokkal nagyobb tisztelettel és szeretettel tudok róluk beszélni. Eddig is így beszéltem, de látva, hogy milyen küzdelmeik vannak, ami eddig kimaradt az én életemből, az nagyon fontos, ahogyan nagyon fontos látnom, hogy az egyház legfelső vezetésében milyen értékes, tehetséges emberek vannak, és ez nekem egy megnyugtató, hogy látom, hogy jó kezekben van. Ez mindenképpen előny. Részt vettek a Református Egyház a Zöldváros projektben itt Karcagon. Hogyan kapcsolódtak be, mint konzorciumi tagok? Hát a tulajdonosi jogalapon, amit mi egyébként nagyon megtisztelőnek érzünk, hogy ebbe belevett a konzorciumi tagnak a pályázó önkormányzat, hiszen ez azt jelenti, hogy felelősséggel tervezés széles látókörül az önkormányzat, hiszen az a rész, amit megcsináltak, mert nem az egész tartozik hozzánk, de ez ugye a templomparkról beszélek, az valóban egy frekventált helye és frekventált helyszíne rendezvényeknek a város életében. Ezt kihagyni, mivel mi magunk nem pályázhattunk volna, ám bár megtettük volna önmagunkban is, hogyha lehetett volna. Így viszont az önkormányzat megtette ezt a szívességet, és nagyon boldogok vagyunk, hogy sikeres, és úgy látom, nagyon szeretik, és ezt nagyon örömmel veszem, hogy a városban ennek nagyon pozitív a visszajelzése. Mi az, amit az egyház önállóan megtett? Tehát a templommal kapcsolatban például végeztek-e bármiféle felújítás, beruházás? Hát a templomnál nagyon jó helyzetben vagyunk, hiszen két olyan aktív pályázatunk van, amire záros határidőn belül biztos vagyok benne, hogy elindulhatunk a munkával, és lesz látszata. Hát ugye nyilván a kedves televízió nézők nem tudják többségében, hogy egy pályázatnak a még ha meg is nyeri az ember, annak a még odáig elér, hogy lezárul, az micsoda munka, tehát ezt minden elismerésem annak, aki ezzel foglalkozik, és mindig a változások azok máshol gyönyörködtetnek, itt nem biztos, hogy gyönyörködtetnek egy pályázati kiírás változásai. Ez a két pályázat egyfelől a templom homlokzat felújítása és nyílászáró csere, a másik pedig a templom padozatnak a felújítása, mert hogyha valaki volt a nagy templomban, és szerintem a televízió nézők többsége volt már, akkor tudja, hogy a régi szép padozatunk közötti részen pallók vannak, ahová lábunkat letesszük, azok viszont nem érnek egybe, tehát óriási a hiátus az egységes padozatra, vagy a padozat kérdésében. Egyfelől szerintem balesetveszélyes, hogyha ha vannak olyan rések, ahová beesett bárki. Másrészt pedig onnan jön föl a hideg, tehát az a fűtés szempontjából sem mindegy, és ennek a megoldását fogjuk, már megtaláltuk a megfelelő módszert, de fogjuk kiviteleztetni a jövő év folyamán. Tehát ez mindenképpen egy jelentős előrelépés lesz, mondom, nyilván a külső homlokzat felújítása mellett. Közeledik az adventi időszak. Az egyik talán legközelebbi program, amiben önök is részt vesznek, illetve önöknél lesz megrendezve, ez a második adventi gyertyagyújtás. Mit kell tudnunk erről a programról? Hát ez egy különleges lesz. Ugye a városnak a saját kezdeményezése,
és örülök neki, hogy ezt nagyon szépen végig gondolva, sokrétűen és sokszínűen szervezi. Értve ez alatt, hogy a város nem tartja meg magának, hanem a városban meglévő társadalmi, civil, egyházi szervezetek bevonásával gondolja ezt megünnepeltetni. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy az advent megünneplése nálunk amúgy is van. Tehát nekünk ez plusz, de ebben szívesen részt veszünk. Ugye ez a 4 adventi gyertyagyújtás, ez mindig a város saját rendezvényével szokott kezdődni. És mi vagyunk a másodikak, és ez a második most ez különleges lesz, ez december 9-e, hiszen úgy beszéltük meg, és ez volt igazából a nagy kérdés számunkra, hogy időközben fölmerült, hogy az Omega 2.0 az a korábbi elképzelésekkel szemben, hiszen korábban volt más település kinézve az Egyházmegyében, nem sikerült, és Karcagra került vissza. Ez október végén derült ki, és hát pont erre a vasárnapra. Úgyhogy most azon gondolkodtunk, így szervezzük a Dérini vezetőjével és természetesen az önkormányzattal, hogy ezt a kettőt egybe kellene kötni. Még nekem van egy olyan ötletem, hogy meghívok valakit az egyház részéről is, hogy valami olyan jellegű legyen, ami még inkább ünnepélyessé teszi ezt az alkalmat, hiszen az Omega oratórium előtt tartani a városi rendezvény szerintem nem egy rossz elképzelés. Természetesen vannak fenntartások, hiszen ez mégiscsak egy más jellegű az Omega oratórium, de talán éppen azért, mert más jellegű, jó lesz egy kicsit fölvezetni, és ebbe egy kicsit belevinni azt, amiért a legfontosabb egybe gyülekeznünk, hiszen az advent az mégiscsak a felülről való belül, tehát a mi életünkön belül átélhető reménységről szól, és ennek minden formájában, ha megünnepeljük, erről kell szólni. Na most, ha nincs mellé téve ez a tudás, akkor el fognak szállni úgy a dalszövegek is, amikről egyébként láttam, hogy tartalmilag nyilván erről is szólnak. Tehát a felülről az isteni reménységnek a megélése, átélése és bizalom és bizakodás, ezt előtte el kell mondani, mint ahogyan nagyon sokszor kiadják egy opera előtt a szövegkönyvet, hogy hol tartunk, hogy értsük, hogy miről énekelnek, és értsük, hogy éppen miért van ez a mozgás. És akkor ott van egy műsorfüzet, és mindenki tudja, hogy ja, most ezért olyan szomorú, mert ezt énekli. Tehát nyilván kell egy ilyen fölvezetés, ezt mindenképpen jónak tartom. Úgyhogy ez a mi részünk a városi rendezvények közül, és aztán persze jön majd a másik kettő. Természetesen mindegyiken részt is veszünk, tehát nem csak a sajátunkat tartjuk fontosnak, hanem hogyha van rá mód, akkor elmegyünk mindegyikre. De még előtte mi megtartjuk a magunk szokásos rendezvényét, ez pedig egy adventi evangelizáció. Ugye az evangelizációnak az a lényege, hogy értse mindenki, hogy én kimerem jelenteni, olyan jellegű igehirdető vagyok, aki már csak azért is, mert a pedagógusi végzettségem is megvan, és valamiért ez a tanító jellegű az én habitusom. Szívesen megmagyarázok bármit, etimologizálok, bármiről beszélek, de az a fajta tudásom, képességem nincs, hogy én megrendítsem a lelkeket. Tehát ez nincs. Én azt tudom magamról, ezt mi így is mondjuk, hogy valakinek erre van talentum ajándéka, adománya felülről valakinek, meg arra. És akit én meghívok, és rendszeresen ő Takaró Tamás Esperes, ő neki megvan ez a talentum. Megérinti az embereket. És összeadva a kettő együtt már jó. Ez lesz. Pont azon a héten, tehát a harmadikával kezdődő héten, ez 5 napon át, 5 estén át fog tartani. És még megelőzően pedig lesz egy olyan rendezvényünk, amire mindenkit most meghívok. Ez egy másik takaró, Takaró Mihály, irodalomtörténész fog nálunk egy előadást tartani. Ő tavaly megígérte, amikor Arajról a 200-as évforduló kapcsán tartott nálunk egy előadást, hogy Dzsida Jenőről is fog. Úgyhogy ez a jövő hét csütörtökön lesz, ez 29-e, 18 órától ingyenes természetesen, és akkor Dzsida Jenőről lesz egy előadást tartva. Azt hiszem, hogy élmény lesz mindenkinek. Úgyhogy gazdagon van rendezvényünk. És a többi pedig természetesen a megszokott ünnepi alkalmak. Református Egyház
a rászorulók megsegítésére mindig kiemelt figyelmet fordít így az ünnepek környékén. Az idén is különböző akciókkal, gyűjtésekkel készülnek, erről mondja nekünk néhány mondatot. Igen, hát azt hozzá kell tenni, hogy ez az egész évre jellemző, ez egész évben megvan. Csak ugye ez egy kiemelt. Ez mindig egy kiemelt. Ilyenkor úgy érezzük, hogy nem csak a mi szívünkben meglévő gondolat prezentálható, hanem ez most sok embernek azonos gondolatával találkozhat. Mondok erre egy példát, volt egy orgona koncertünk, ez is nyilvános volt, Rákász Gergely jött el, november 11-én egy szép koncertet adott, hála Istennek több százan voltunk, ingyenes volt ez is, de ennek ez volt a feltétele, természetesen az ingyenességet úgy kell érteni, mi kifizettük, mi megvásároltuk az előadást, hogy minél többen eljöhessenek, és ennek igazából ez volt a művészi élmény átélésén túl az egyik értelme, hogy ha már eljön valaki, és ha már ingyen hozunk egy koncertet, akkor talán, ha a szíve arra indítja, hogy segítse a rászorulókat, akkor legyen úgy kedves a kárpátaljai magyaroknak az adventjére gondolni. És hát nagyon nagy öröm volt számomra, hogy majdnem 160 ezer forint adomány összejött. Természetesen ez menni fog ki Kárpátaljára. Ahogy hallottuk is, évek óta ilyenkor mindig kell gondolni azokra, akiknek nem olyan könnyű ám ünnepelni. Én ezt mindig hálával és hálára indít, ahogy elmondhatom, és hálával is mondom el, hogy soha nem volt, azt hiszem, ilyen jó dolgunk. Ezt most lehet engem ezért megkövezni, de én ezt így gondolom, hiszen látjuk az alagút végét, lehet látni, minden erre utal, hogy komoly lehetőségeink vannak. Nem 30%-os a munkanélküliség, tehát aki akar dolgozni, megtalálja. Persze tudom, nem mindenki találja meg itt, tehát ebben nem akarnék belemenni, de azt mondom, hogy vannak lehetőségek. És ezt nem győzöm eléggé hírelni, hogy ezt ne tartsuk magától értetődőnek. Mert nem kell messze menni, Kárpátalján, délvidéken, felvidéken, nézzük meg, hogy tényleg ott hogy megy. És az átlagról beszélek, ott sokkal rosszabbul megy. Éppen ezért, ha ezt valaki végig gondolja, akkor nem tud arra gondolni, hogy ez csak őt illeti. Annak van a szívében valamilyen vágy arra, hogy ezt megossza. Ugye ez mindig ez az időszak. A családján túl, és ugye erre akarunk mi adni lehetőséget, hogy ez megtörténjen. Három olyan dolgot hirdettünk ilyenkor. Egyik a ruhagyűjtés, hiszen azért nekünk nagyon sok ruhánk valamit feleslegesen veszünk meg. Ez saját magamról tudom a példát mondani, hogy nagyon sok olyan ruhánk van, amit három évvel ezelőtt nagyon-nagyon fontosnak éreztünk, életbevágóan fontosnak, hogy megvegyük, és aztán most meg ott porosodik. Egyébként tökéletesen használható, ez nem mindenkinek adatik meg. Ha nem használjuk, akkor mi értelme van annak, hogy a port fogja? Úgyhogy mi december 8-ára rendeztünk egy ilyen ruhagyűjtést, amit természetesen a megfelelő helyekre el fogunk juttatni, ahol azoknak, akiknek nincs módjukban ilyen minőséget és ilyen mennyiséget vásárolni, azoknak könnyebbé tesszük az életet. Nyilván ebben ez van első rendben, hogy használható legyen. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a fölmosó rongyot, mert már nem tudok vele mit kezdeni, azt akkor oda teszem, mert az a fölmosó rongy ugyanúgy nem jó. A szakadt ugyanúgy nem jó. Itt arról van szó, hogy használható legyen. Legyen kimosva, legyen rendbe téve, hogy azonnal használhassák. Hideg tél ígérkezik. Vegyük komolyan, segíthetünk nagyon sok embernek. Ez az egyik, ez december 8. És akkor folytatólagosan és folyamatosan a tartós élelmiszert szoktuk gyűjteni, ezeket mindig a református egyház begyűjti a központi raktárba, és ezt átviszik. Mert mi nem tudnánk átvinni, bennünket nem engednének át. Ennek az a rendje, hogy úgynevezett dobozokat töltünk meg, ez a tartós élelmiszer gyűjtés. Ilyenkor cukrot, olajat, hadd ne soroljam. Tehát ezeket mind egybe tesszük egy dobozba, külön zacskóba is gyűjtjük, mert mi nálunk szerintem országosan is, talán legtöbb szokott ebből, kaptunk ezért elismerést is.
gyűlni. Tehát én nagyon szeretem a karcagiaknak ezt a lelkületét, ezt bárhol elmondtam eddig is, meg elmondom most is, hogy azt látom, hogy itt ha van egy jó cél, akkor mellé állnak. Uh-huh. Tehát nem kérdezősködnek, csinálják a dolgokat. Ebben csodálatos eredményeket. Tehát iskolák gyűjtenek nekünk, óvodák gyűjtenek nekünk, ahol el se hinném, hogy ez téma. De veszik a fáradtságot, az óvónénik elmondják a kedves szülőknek, ők meg örömmel teszik azt, hogy hát igen, ha már veszek egy kiló cukrot, akkor veszek még egyet, és azzal tudom, hogy valakit Kárpátalján fogok segíteni, vagy éppen Erdély ország valamelyik részén, vagy délvidéken. Igen, tehát gyakorlatilag, ahogy én értelmeztem az önök egyik felhívását, hogy nem fontos egy valakinek egy egész dobozt megtölteni, hanem amit nem, most mondott, veszek egy kiló cukrot, akkor egy kilót még így veszek van mellé, tehát akár egy darabot is igen, lehet hát ajánlani. Azt szerintem az egész országban ez most már elterjedt, ugye ezt ilyen élelmiszerbankoknak nevezik. Mi szerintem hamarabb kezdtük, de ez nem verseny, ez hála Istennek, hogyha ez elterjedt, hogy kitesznek például egy bevásárló központban egy kis ilyen konténert, és akkor vegyek 2 kiló lisztet, ebből 1 kilót beteszek ebbe a konténerbe, és majd ők szétosztják. Tehát legyünk ennyi bizalommal, hogy egyrészt mi nem vagyunk rászorulva arra, Istennek hála, hogy azt az 1 kiló lisztet elvegyük, másrészt pedig van, akinek az 1 kiló liszt az egy hatalmas ajándék. Ezt tessék megnézni a kárpátaljai életet, ahol 15-20 ezer forint a havi fizetés. De az árak ugyanazok, mint nálunk. Tehát ezeket így tessék összeadni, és akkor ezt mi úgy, ahogy jelezte szerkesztő asszony, hogy akinek amilyen van. Ha kevés van, akkor a kevés is összeadódik, de sokan vagyunk, hála Istennek. És ez természetesen felekezettől független. Itt nem erről van szó, hogy na, hajrá reformátusok, mert csak úgy mondom, hogy például a legutóbbi esztendő összegyűjtött anyagából egy jelentős részt a kárpátaljai ukránok kaptak meg. Márpedig azok aztán híresen nem reformátusok. De ők kapták meg, mert ha van egy osztályban 13 szegény magyar, és van mellette 7 szegény ukrán, akkor csak nem gondolja valaki, hogy akkor így szelektálunk, hogy Pistike, te túlélsz, Szer Józsa, te meg nem fogsz túlélni. Tehát ilyen nincs. Akkor mindenki kap. Ez egy alapelv. Tehát éppen ezért a begyűjtés is fölött áll mindennek, ezt azért tegyük hozzá, úgyhogy maximálisan örülök, hogy ezt meg szokták érteni, ha nem, akkor most értik meg. Ez a második, a harmadik pedig az úgynevezett nyilasmisi akció, ez inkább belföldre szokott szólni. Tehát a nyilasmisi ajándéka, vagy nyilasmisi karácsonya arról szól, hogy egy cipős doboznyi ajándék, amiben értelmeszerűen gyerekeknek lesz. Tehát akkor lehet beletenni egy kis plusz játékot, lehet beletenni színes ceruzát. Megint olyan rászorulóknak, ne gondolja senki, hogy el kell menni szegénységet látni külföldre. Tessék elmenni Borsodba, tessék elmenni Baranyába, és ott az eldugott helyeken tessék megnézni, hogy élnek emberek, és hogy élnek az ottani gyerekek. Tehát ez speciálisan a gyerekekről szól nekik. És rá is szoktuk iratni a dobozra, hogy ezt 6 éves kislánynak, ezt 10 éves nagyfiúnak. Tehát ezeket így tessék végig gondolni. Ebben is országosan nagyon elő vagyunk, mert ezt érti mindenki. Lehet, hogy az én ige hirdetésemet nem értik, amin ez egyébként nem sokszor csodálkozom, de ezt érti mindenki. Ezt mindenki érti, hogy ez egy jó dolog. De ebben mindenki beszokott állni, és én azt hiszem, hogy van még hova fejlődni, de látom a reális esélyt, hogy ez megtörténik. Esperes úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, további jó munkát kívánok. Köszönöm. Köszöntök mindenkit szeretettel. Kedves nézőim, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Kérem, tartsanak velünk! Az önkormányzat sikeresen pályázott a belügyminisztériumnál, így hamarosan egy zöldségfeldolgozó üzem kezdheti meg a működését. Molnár János polgármester elmondta, hogy a beruházás célja az, hogy egész évben egészséges helyi terméket tudjanak előállítani, amellyel növelhetik az önkormányzat bevételeit. Berekfürdőn a kertészet az nagyon jól működik, jó termékeket tudnak gyártani, szeretik a helyi lakosok is,
ellátja a kertészet a közintézményeket is alapvető termékekkel. Ott egy gondunk volt korábbi években, az, hogy ezek nagyon szezonális dolgok. Tehát valamikor bizonyos termékekből dömping volt, annak az értékesítési nehézségei azok megvoltak, és van olyan nyilván, főleg a téli időszak, meg a tavaszi, amikor hiány van belőle. Ezen úgy lehet segíteni legjobban, hogyha ezeket feldolgozzuk valamilyen formában. Erre volt egy nagyon nagy lehetőségünk, hogy egy BMS pályázatot nyertünk erre, 100%-os támogatást jelent, és egy kisebb feldolgozó üzemet tudtunk építeni. Azért ez a kis bizonytalanság, mert már majdnem teljesen kész van. Az üzem építése hamarosan befejeződik, október 31-e után kezdhetik meg a termelést. A városvezető elmondta, hogy a savanyítással kezdődik meg a munka, jövőre pedig a gyümölcsfeldolgozás indulhat el. Savanyításokkal kezdünk, ez a terv, és majd a jövő évben akkor tudunk olyan dolgokkal is foglalkozni, amit ugyancsak tud ez a feldolgozó, a gyümölcsök. Tehát először a savanyítás, sok vannak különböző savanyításokat, savanyúságokat akarunk csinálni, és jövőre pedig kezdjük, ami már gyümölcsből is lehet, akár lekvárokat, befőtteket, ami már hőkezelést is igényel, olyan dolgokat. A pályázat további feltétele, hogy a közmunkaprogramból kiemelve a versenyszférában tovább foglalkoztatott 5 munkásnak kell ellátnia a termelési feladatokat, akiknek a bérét az üzemnek kell megtermelnie. Azt tudjuk a tapasztalatból, hogy ez nem egy könnyű dolog. Az elején mindig akadnak nehézségek, amíg mindenki beleszokik, beletanul rendesen. A piac kialakítása az egy nagyon fontos dolog. Ahogy mondtam, az alapanyagokat elsősorban mi szeretnénk megtermelni. Nyilván lesznek olyan dolgok, amiket vásárolnunk is kell. Itt a elsősorban a környékről szeretnénk gyümölcsöket vásárolni, esetleg ha kell, akkor más mezőgazdasági termékeket is. De gyümölcsöt az biztos, hogy kell vásárolnunk, és úgy vannak már olyan tárgyalásaink, hogy környékbeli településeknél honnan vesszük meg ezeket, nekik is jó, nekünk is jó. A piac, tehát az eladási rész, az még egy nagyon fontos rész, mert hiába termelünk sokat, reménység nagyon jót, hogyha nem tudjuk letenni, és nyakunkon marad, akkor jobb lehet, nem csinálunk semmit. Az üzem működése a környékbeli gyümölcstermelőknek is fontos beruházás, mivel az önkormányzat gyümölcstermelési kapacitása véges, így felvásárlással oldanák meg a folyamatos termelést. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a turizmust minden oldalról erősítsük, nem csak úgy, hogy a fürdőnk van, hanem más dolgokat is kell csinálni, így rengeteg kultúra és egyéb programot. És ide akarjuk beilleszteni ezt is. Egyrészt nagyobb kiszerelésű termékeket készíteni, amit a Berekfürdőn lévő éttermek, szállodák, tehát ahol főzés is van, ők fel tudnak használni. Másrészt pedig olyan kis kiszerelésű termékeket, amit úgy szeretnénk megcsinálni, hogy egy olyan címke legyen rajta, ami vonzó, és egyúttal a települést is reklámozza egy kicsit. Amiből kiderül, hogy ez nem egy átlag település, hanem egy nagyon jó turisztikai és gyógyfürdővel rendelkező hely. Úgy reméljük, hogy ezeket jól el tudjuk adni az ide látogató vendégeknek, mindig keresnek valami apróságot, hogy mit lehet vinni, ez akkor több szempontból is hasznos lehet nekünk is, nekik is. Az előállított termékek komoly reklámtermékként és gasztroturisztikai értékként szolgálnak majd, továbbá a helyi szállodáknak, panzióknak, éttermeknek szeretnék értékesíteni a termékeket. Köszöntöm nézőnket, dr. Nagy Molnár Miklóssal, a György István Nagy Kommúzeum igazgatójával beszélgetünk itt a múzeumban, hiszen már bezártak a tájházak, de aki mondjuk novemberben szeretné, vagy decemberben szeretné megnézni az Erkel Ferenc utcait, vagy a Jókai utcai tájházat, vagy a Szélmalmot, van erre lehetőség?
Van is, meg nem is. Tehát, hogyha egyéni emberként jön az ember arra, illetve szeretné megnézni, akkor sajnos ezt nem tudjuk teljesíteni, mivel hogy ugye a tájházakban nincsen fűtés, ezért mindig bezárjuk ilyenkor a tájházainkat. Viszont előre bejelentett csoportokat tudunk fogadni, főképpen a múzeum nyitvatartási idejében, mert akkor egy kollégán kimegy arra az időre. Az előre bejelentett csoportot általában egy héttel előtte szoktuk kérni, a honlapunkon is így szerepel, illetve hát a csoport magából adja, hogy minimum 10 főt jelent. Itt most a múlt héten voltunk itt, amikor interaktív foglalkozást tartott a kofisoknak. Azt gondolom, hogy egyre népszerűbb, hogy vagy a múzeum munkatársai, vagy óvónénik jönnek ide, és foglalkozásokat tartanak. Igen, tulajdonképpen ez az egyik feladatunk most már, hiszen a múzeum feladata átalakult a 21. században. Egyrészt ugye főképpen ismeretközlő intézménnyé vált, nem csak a kiállításaival, nem csak a kiállítás megnyitókkal, időszaki kiállítás megnyitókkal, hanem ahhoz kapcsolódva, kiállításhoz kapcsolódóan programokat kell szerveznünk, tehát minden intézmény szervez programokat. Ugye ezekre lehet pályázati pénzeket is nyerni, és ez nem mindegy, nem mellékes, mert ugye a bevételünket is növeli ezáltal. És hát azért itt láttuk, hogy kunsöveget kaptak a gyerekek, tehát azért ezeket az eszközöket is biztosítani kell ahhoz, hogy a gyerekeket lekössék, hiszen az ő szintjükön kell elmagyarázni, hogy mi minden van itt a múzeumban. Természetesen ezek az eszközök ugye szintén nem kerülnek olcsó pénzbe ma már, még ha csináltatjuk is, vagy ha magunk csináljuk is. Azért az alapanyag az mindenféleképpen pénzben van, és hát minden alkalommal egy idő után elkopnak, elhasználódnak, úgyhogy. Viszont ez a programunk ez, hogy a gyerekeknek, főképpen az óvodásoknak eléggé népszerű, úgyhogy ezt szeretnénk is majd bővíteni, legalábbis a terveinkben az van, hogy jövőre bővítjük a lehetőségeket. Időszaki kiállítás ebben az évben lesz-e még? Igen, ugye most zárt be a Wiener Walzer kiállítás, a fotókiállítás, és most megint egy fotókiállítás jön. Ugye van a sorozatunk, az Eleink Élete sorozat, és ebből most már tavaly meghirdettük. Kicsit nehezen gyűlt össze az anyag, a szórakozás, de most már összegyűlt az anyag, és most már készítjük elő, november 22-ére tervezzük a kiállítás megnyitóját. És majd utána januárban kezdődik az új év, az új kiállításunk már megvan, az Szűcs Imre fazekasmester kiállítása lesz, hiszen Szűcs Imre október 27-én ünnepelte 70. születésnapját, és ezért tulajdonképpen ő 70 év 70 tárgy címmel állított össze, illetve állít össze nálunk egy kiállítást. Andrássy István ügyvezető elmondta, a vendégszem emelkedéséhez a jó idő mellett a színvonalas programok, így például a nyugdíjas művészeti találkozó Akácliget nap, strandoki éjszakája, 17. motoros találkozó mellett az egyedi, magas sótartalmú víz, a csendes, rendezett környezet is hozzájárult. Szerencsére a jó idő meghozta a látogatottságunk növekedését, mint hogy eddigi években is minden évben nő a látogatottságunk. Ezt most értem mind a fürdőre, illetve a kereskedelmi szálláshelyre is. Ez szerencsére a rendezvényeinken is a idő kegyes volt hozzánk, és itt ott is magas látogatottságért értünk el. Itt gondolok a nyugdíjas művészeti találkozóra, Akácliget napra, strandok éjszakájára, vagy akár a záró rendezvényünkre itt a 17. motoros találkozóra, illetve a filmvetítéseket említeném még meg ezek mellett. Ott szerintem a rendezvényeink egy olyan elég magas színvonalaknak tartom én véleményem szerint, bár ezt inkább másoknak kellene megfogalmazni. Meg hát itt azért a látogatottság, hogy egyre több, ez köszönhető annak is, hogy elég egyedi vízünk van itt, akár a környékbeliekhez viszonyítva is, tehát a Sóskútnak a vize az egy olyan áldottsággal van megáldva, hogy azért magas sótartalom van, hát hogy említsem itt, hogy 7011 mg/l sótartalma van, és elég sokféle betegségre jó.
A karcagi strandfürdő ma már nem csak a helyiek és a környékbeliek között népszerű, ebben az évben jelentős mértékben emelkedett a lengyel, szlovák, német, holland vendégek száma. A kemping népszerűsége is nagyban hozzájárul a vendégszám emelkedéshez, ami a marketing munkának is köszönhető. Több év alatt azért elég nagy marketing tevékenységet folytattunk, amely most már le is csökkenthetünk, mert most már az ide látogatók látják, hogy milyen körülmények vannak ide, itt a fürdőnkben, tehát ez egy szép és csendes fürdő. Az előbb már említettem a showsíznek a adottságait, és így most már egymás között is terjednek ezek a hírek, és akkor egyre többen jönnek így hozzánk. A nyári szezonnak igaz, hogy vége, de a téli-tavaszi üzem is sok attrakciót tartalmaz a vendégeknek. Éjszakai fürdőzések, szaunaszeánszok és fedett medencék várják az érdeklődőket. A Debreceni Egyetem AKIT Karcagi Kutatóintézetében az Alternatív Növények, Alternatív Talajművelés, Talajkondicionálás című szakmai nap került megrendezésre. Dr. Zsembeli József elmondta, hogy ebben az évben olyan cégek is helyet kaptak az előadás sorozatban, akiknek szívügye az agrárkutatás, és olyan megoldásokat kínálnak a gazdálkodóknak, amik előre viszik a gazdálkodást, alkalmazkodnak az Alföld szívében lévő kihívásokhoz. Nem csak mi mutatkozunk be, nem csak a mi alternatív növényeinket, alternatív talajművelési eljárásainkat mutatjuk be, hanem meghívtunk három olyan céget, akiknek szívügye az agrárkutatás, és akik úgy gondolom, hogy olyan megoldásokat kínálnak a gazdálkodóknak, amely előre viszi a mezőgazdaságot, a magyar mezőgazdaságot, alkalmazkodnak azokhoz a változó feltételekhez, illetve hát sokszor kedvezőtlen feltételekhez, amelyek között itt az Alföld szívében nekünk is gazdálkodunk el. Mind a három céggel nekünk már régebb óta kapcsolatunk van, illetve együttműködési megállapodást írtunk alá, és közös kutatásaink is vannak. Majd az előadások során ezeket ugye az előadók fogják is érinteni, illetve lesz egy gyakorlati bemutató is, ahol gépeket tudunk megmutatni, olyan gépeket, amelyek egyébként beillenek a mi általunk preferált redukált művelés csökkentett menetszámú talajművelési rendszerbe. A nap folyamán többek között új művelés könnyítő szereket mutattak be az érdeklődőknek, valamint azt mutatták be, hogy a kutatási eredményeket hogy lehet átültetni a gyakorlatba, és a cégekkel együttműködve megmutatták a gazdatársadalomnak az új termelésnövelő technikákat, alternatív növényeket. Nem csak a nagykunság van megáldva úgymond ilyen kedvezőtlen ökológiai adottságokkal, hanem más környék is, máshol is találhatók, nehéz mechanika összetételű kötött talajok, máshol is szárazságra hajló klíma. Tehát úgy gondolom, hogy például azok a növényfajták, hibridek, illetve azok a technológiák, amelyek nálunk működnek, esetlegesen máshol is érdemes őket kipróbálni, és fognak működni. Hát arról nem is beszélve, hogy ha csak a fajtákat emelem ki, hogy azok a fajták, amelyek a szélsőséges időjárási feltételek, illetve a talajviszonyok között is jó termést adnak, azok jobb körülmények kezé kerülve természetesen azokat meghálálják. Viszont ezt ki kell emelni, hogy fordítva ez nem igaz. Tehát azok, amelyek azért érzékenyebbek, nálunk nem feltétlenül termeszthetők nagy termésbiztonsággal. Tehát tájfajtákat állítunk elő, tájspecifikus technológiákat dolgozunk ki, de természetesen ezeket máshol is lehet alkalmazni, és úgy gondolom, hogy ha az adott körülményeket figyelembe veszük, akkor eredményesen lehet alkalmazni. Az igazgató felhívta a figyelmet arra, hogy a tájspecifikus növények és technológiák alkalmazása létfontosságú a magyar mezőgazdaságban. Mindemellett az alternatív növények termelése is fontos. Ilyen növény lehet a cirok, amelynek takarmány értéke nagyobb, mint a kukoricának. A fehérje növények, például az őszi takarmányborsó szegletes lednek, bükkönyfélék például a zöldítésben, a fehérje programban is nagy szerepet kaphatnak, és nagy potenciállal rendelkeznek, és eredményesebben termeszthetők a szójánál is. A bemutató napon szaktanácsadásra is lehetőség nyílt, majd gyakorlati bemutatóval zárták a napot.
A Szent Annai Sámuel középiskola udvarán lévő nagy műfüves pályához egy lelátót alakítottak ki. Mint Szepesi Tibortól, a KSE ügyvezetőjétől megtudtuk, a KSE-nek 150 férőhelyes mobil lelátót a Magyar Labdarúgó Szövetség pályázatán nyerték, melyhez az önerőt szponzoroktól kapta meg az egyesület. Egyre több labdarúgó mérkőzés kerül megrendezésre, főleg, hogyha itt a rossz idő beáll majd, és ugye a bajnoki mérkőzéseket nem lehet halasztani a szabályok szerint, tehát kötelező lejátszani. Nyilván emiatt is épült elsősorban a műfüves labdarúgó pálya, meg hát természetesen az utánpótlás miatt, hiszen a legtöbb utánpótlás mérkőzés már most is itt kerül megrendezésre. Ahogyan egyébként mondtuk, amikor a pálya megépült, hogy ez csak egy része vagy egy üteme a további fejlesztéseknek, most egyenlőre a kisebb ütemek következnek. A Magyar Labdarúgó Szövetség pályázatán sikerült ezt a 150 fős mobillelátót megnyernünk ide a labdarúgó pályára. A későbbiekben a foci meccseken túl a lelátót akár más városi rendezvényekhez, például a Zuglógerben a lovasnapokra is ki tudják majd vinni. Nem azt jelenti, hogy csak ezen a pályán kerül majd felhasználásra, hiszen azért mobil, tehát különböző rendezvényekre, például a lovasnapi rendezvényre tervezzük, hogy ott is olyan körülményeket próbálunk majd a nézőknek biztosítani, amit eddig nem sikerült, de most ezzel a lelátóval tudjuk majd biztosítani. A Szent Annai sportpálya fejlesztésének következő ütemében öltöző kialakítása szerepel, melyhez várják a pályázati lehetőséget. Nem áll meg egyébként a fejlesztés, ami a kisebbeket érinti sem, hiszen a cserepad még várat magára, én bízom abban, hogy egy-két héten belül az is megérkezik, ami elsősorban a játékosok komfortérzetét fogja javítani. A szurkolóknak még egy jó hír, hogy rövidesen érkezik az eredményjelző, az elektronikus eredményjelző tábla, és jelenleg tervezés alatt áll a legnagyobb projektünk, az öltöző építése. Ez a Karcagi Sportegyesület saját pályázata, saját forrást tudtunk biztosítani hozzá támogatóinkon, szponzorainkon keresztül, és hát a következő fejlesztések is, legalábbis ami a kisebbeket illeti, mindenképpen így fog megvalósulni. Ezek már megnyert pályázatok, a cserepad és az eredményjelző tábla is. Az öltözőhöz jelenleg keressük a forrást. Én bízom abban, hogy a társasági adó adta lehetőségeket ki tudjuk használni, és az önerőt is a különböző pályázatokon, támogatásokon, önkormányzati segítségen keresztül sikerül összeszednünk, rendelkezésünkre fog állni, és hát bízom abban, hogy 2019-2020 elejére már egy vadonatúj öltözőt lehet majd látni itt a pályán. A 90-es évek végére ért be egy olyan csapat, akikkel az országos minősítő pontversenyen hirtelen az élbolyban végeztek. Köszönhető volt ez a Karcagvárosi Önkormányzatnak és Bucsa Község Önkormányzatának, akik látva az erőfeszítéseket folyamatosan támogatták az egyesület törekvéseit. 40 éve működik, Sián Gyarmat Imre haddanos karatemester alapította, ő a nagybátyám. Körülbelül 20 tagot számlálunk most. Itt a kitartás a legfőbb karatéba. Itt test-test elleni küzdelem van, tehát küzdelmek nagyon gyakran vannak, és ezért ha valaki kitartó, akkor végig tudja csinálni az edzéseket, ami nagyon kemény és nagyon komoly. Ma már városi szinten is az egyik legeredményesebb a szakosztály. Számtalan országos és megyei helyezésekkel rendelkezik. Európa bajnok, magyar bajnoki címek, van egy világbajnok 5. helyezett Gyarmat Imre Sensei, 4 danos karatemester, ő az én unokatestvérem, unokabátyám, eddigi legjobb eredmény, Japánba érte el. A 2002-2003-as tanévben elindult Diák Olimpia programban is előkelő volt a részvételük. Minden évben vannak Diák Olimpia bajnokaik és helyezéseik. Rengeteg eredményem van, küzdősport, komite és káta formájában. Két darab magyar bajnokságon elért második és harmadik helyzetem van. Szerbiában az Európa bajnokságon első lettem, és 2018 júniusában a magyar világbajnokságon lettem káta formagyakorlatban első helyzet. Milyen eredményeid vannak már? Nekem 11 első, 3 második és 2 harmadik. Ki?
Gyerekkoromban kumite, azaz küzdelemversenyszámban versenyeztem, ott is nyertem országos versenyt, majd miután gyermekem született, már küzdelemben nem szerettem volna versenyezni, azóta a káta, azaz formagyakorlat versenyszámban versenyzek. A legnagyobb eredményem az Európa-bajnoki első helyezés, amit tavaly sikerült megnyernem Barcelonában. Két hete, így a szülés után visszatérésként megnyertem szentesen a Hungarian Open nemzetközi bajnokságot. Következő versenyem nem tudom, hogy mikor lesz, talán tavasszal, de remélem, hogy hasonló eredményekkel térek haza. Környezetükben elismeréssel szólnak a szakosztály munkájáról. Létszámuk 20-30 főt közelíti, de mindenkit szeretettel invitálnak a karcagvárosi sportcsarnokban hétfőn, szerdán és pénteken délután tartandó edzéseikre kedvcsinálás céljából. Köszöntöm nézőnket, Molnár Pállal, a Városgondosság igazgatójával beszélgettünk ebben a gyönyörű őszi időben, hiszen nem gondoltuk azért, hogy október végén, november elején még 20 fokok vannak. Azt hiszem, hogy ez önöknek is nagyon ideális az őszi munkák végzéséhez. Természetesen így van, azért a előrejelzésekből lehetett tudni, hogy csapadékszegény és száraz ősz várható, eléggé jó előrejelzések vannak most már. Én úgy tudom, hogy november közepéig egyébként hasonló időjárási körülmények lesznek. Természetesen nagyon sok előnye van ennek, de van azért hátránya is. Hátrányként tudom említeni azt, hogy a facsemetéknek a kiültetése nem kezdődhetett meg, nem kapták meg a hideg sokkot a fafélék, nem hullajtották el a levet, és levélhullás előtt nagyon kockázatos még átültetni. Természetesen abból a szempontból, hogy a őszi tél elejé munkákat sokkal biztonságosabban, sokkal több idővel, sokkal igényesebben el tudjuk végezni. Azt gondolom, hogy a kiültetett palántokat mindenki látja, ezeket a gyönyörű árvácskákat, olyan milyen szép a főtér. Ezeket most ebben a helyzetben jó volt elültetni, csak hát locsolni kell. Természetesen, de minden évben őszi telepítésű árvácskák szoktak lenni, hogy tavasszal, a tavasz indulása során legyen már valami szépen díszlő virág a főtéren. Természetesen öntözni kell ezeket, ugyanis mondhatom azt, hogy aszály sújtottává vált a főtérés környéke is. Még 3-4 héttel ezelőtt meg kellett a zöldjepet öntözni azért, hogy ne szenvedjen nagyobb károsodást. De hogyha a mezőgazdaságot megnézzük, a mezőgazdasági külterületek földutak program keretében gyakran járom a határt, és látom, hogy nagyon sok őszivetési kultúra aszályt kárt szenvedett. Gyakorlatilag a búzák nem keltek ki, a búzavetések, egyedül a nagyon korai őszi káposztarepcevetések vannak kikelve. Ott viszont a kártevőknek a mennyisége óriási, ugyanis a kártevők nem találnak más zöld felületet, csak a korán elvetett repcevetéseket, és ezeket károsítják. Ismerek olyan termelőt, aki 4-5-szöri alkalommal kénytelen volt védekezni a különböző rovarkártevők ellen már. Láthattuk azért, hogy a főtéren sok minden megszépült, sok új dolog megvalósult. Azt gondolom, hogy itt majd azért jövőre lesz látványosabb, amikor ezek a kis elültetett cserjék megerősödnek. Természetesen még korai lenne azt mondani, hogy ezek már szépen díszlenek ezek a növények, meg kell erősödniük, nyilván tavasszal, nyáron és a elkövetkezendő években, hogyha megmaradnak, még jobbak lesznek. Igyekeztünk olyan körülményeket biztosítani azért az aszály ellenére, megfelelő öntözés mellett, hogy ezek a növények nagy eséllyel éljék túl a telet, és tavasszal erőteljesen tudjanak beindulni a hajtások. Balogh Gyula Abátszalók polgármestere elmondta, 495 millió forintból korszerűsítik a turisztikai infrastruktúrát, ebből 400 millió forint jut a Tiszató strand fejlesztésére, 95 millió forint pedig az Abátszalók és Tiszabura közigazgatási területén lévő hallépcső megújítására. Vannak olyan szolgáltatások, amelyek az utóbbi időben azért már fejlődésnek indultak. A kerékpáros turizmus nagyon nagy népszerűségre tett szert magában az egész régióban. Egyre jobban kedvelik az ilyen jellegű, tehát a naturisztikus élményeket azért a turisták, viszont mindenképpen szükséges
szükséges a szolgáltatások minőségének a javítása. Erre nagy hangsúlyt kívánunk fektetni. Mi is benne vagyunk strandfejlesztéses projektben, melegített vízű fürdőnket kívánjuk újraindítani, illetve a topos forrásokból pedig a strandfejlesztést, nagy strandfejlesztést kívánjuk megvalósítani. Teljes mértékben a 900 méteres partszakasz nem fog megújulni, de nagyon sok szolgáltatás fog újabb arculatot kapni. Ugye Abátszalókon van a térség legnagyobb szabadvízű csúszdája, ez egy újabb pályával fog bővülni, ezt szeretnénk megújítani, teljesen új palástot fog kapni, új plázsokat kívánunk kialakítani, új homokfocipálya, strandröplabda pályák kerülnek kialakításra, illetve új büfék, sokkal magasabb színvonalú, kényelmesebb, tágasabb teraszokkal, korhoz illő bútorzattal ellátott büféket kívánunk majd bérbeadni, értékesíteni. A munkálatok várhatóan a jövő év elején kezdődnek, és a főszezonra érnek véget. Programterv szerint jövő év júniusában, tehát a szezonra, én úgy gondolom, hogy mindenképpen be fogjuk ezt fejezni. Sok eszköz van, új eszköz van a pályázatban egyébként, amelyek esetleg, hogyha némi akadályok gördülnek a pályázat befejezés elé, de akkor is már a hozzánk látogató vendégek azt igénybe tudják venni, illetve az új vizes blokkjaink azok nyilván már meglesznek, és így komfortosabban érezhetik magukat a Abátszalók is strandon. Szorosan kapcsolódik ehhez a csaknem 135 millió forintos zöldváros projekt, amely keretében egyebek mellett parkosítanak és egy sétányt alakítanak ki a közeljövőben. A tájékoztatás szerint a város középületei is korszerűsödnek, 80 millió forintból újul meg a gyermekorvosi rendelő és a védőnői szolgálat épülete. Hozzátette a polgármester, több mint 48 millió forintból már megtörtént az Abátszalóki önkormányzat tulajdonában lévő Kovács Mihály általános iskola, a Hadszínvirágóvoda és az Abátszalók városi önkormányzati bölcsőde energetikai korszerűsítése. A telepített napelemes rendszer várhatóan az épületek teljes energiaellátását biztosítani fogja. Kedves nézőink, Háttér című magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Bosnyák Imre, aki a közelmúltban egy rangos kitüntetést vehetett át. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Bosnyák Imre, aki a közelmúltban egy rangos kitüntetést vehetett át az agrárminisztertől. Szeretettel köszöntöm stúdiumban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat, és szívből gratulálunk a kitüntetéséhez. Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a televízió nézőit, illetve az egész stábot, aki megtisztelt azzal, hogy megkeresett, hogy erről a lejes eseményről egy kis interjú készüljön. Október 23. alkalmából vehette át ezt a kitüntetést. Mikor volt a díjátadó? Talán kezdjük egy picit az elején, hogyan kapta meg az értesítést mindenről, és mit gondolt akkor? Hát elég érdekes volt a értesítés, mert alapvetően semmilyen elismerésre nem számoltam, hiszen ebben az évben az egyetem kiváló dolgozói elismerést kaptam meg március 15-e alkalmából, és hát nem számítottam semmire már ebben az évben, illetve egyáltalán nem szokott erre számítani az ember, hát teszi a dolgát ugye a megszokott hétköznap szerint, de körülbelül két héttel a október 19-i átadó előtt kaptam egy hivatalos nagyon szép értesítést, utána egy telefonos megkeresés az Agrárminisztérium, illetve akik a kitüntetés átadás bonyolítják attól az egységtől, egy főosztálytól, amiben értesítettek, hogy az agrárminiszter úr október 23-a alkalmából egy miniszteri elismerésben szeretne részesíteni. Ezt elfogadom-e, és egyáltalán ennek az egésznek a lemenetelét, így a bonyolítását gyakorlatilag már akkor egyeztetni volt szükséges. Beszélj nekünk most arról, hogy hogyan is zajlott az a nap, a október 19-i díjátadó programja, és mi volt az indoklása annak, hogy ön megkapta ezt a kitüntetést? Hát a helyzet a következő, minden ilyen rendezvényen, amin már én részt vettem, vagy családtagként, vagy külsős, vagy egyáltalán meghívottként, ahhoz hasonlóan elég emelkedett hangulatban telt. Gyakorlatilag lényegesen hamarabb meg kellett érkezni a Darany Ignác terembe,
és ott ugye minden technikai, meg technikával, vagy átadással kapcsolatos eligazítás, illetve megbeszélés megtörtént. Én úgy gondolom, hogy aki 66-an voltunk, volt egy idősebb korosztály, akit életmű alapján, vagy élete során végzett munkája alapján ismertek el, de alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy én úgy éreztem, mivel a vetőmagos szakma részéről én kaptam egyedül október 23-a tiszteletre elismerést, én úgy éreztem, hogy a szakma, aki erről értesült, az megmozdult, és akik a rendezvényen képviseltették magukat vezetők, azok már ugye nagy örömmel konstatálták, hogy ebben az évben én részesülök ebben a miniszteri elismerésben. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy egy olyan atmoszféra van ilyenkor, a Drága Ignácnak egyébként a hely szelleme, az már egy külön méltatásra, vagy egy külön lelkiállapotra ad okot. De egyébként ezen kívül semmi rendkívül nem történt. Gyakorlatilag lement nagyon szépen az ünnepi műsor, a miniszter nagyon szép ünnepi beszédet mondott, és utána a mindenkinek az elismerésének az átadása megtörtént. A indoklás szerint ugye néhány évtizedet felölelő munkássága miatt kapta ezt az elismerést. Ez egészen pontosan hány év, amiről beszélhetünk? Idén szeptember 1-én volt 30 év, hogy kezdtem a szakmát az iskolák befejezése után a Karcagi Kutatóintézetben. Hát végigjártam a teljes szakmai langrétát, ez benne volt hát nem a laudáció szövegében, mert ez egy elég terjedelmes volt, aki részéről történhetett a felterjesztés. De azt kell, hogy mondjam, hogy ez az elismerésnek csak az egyik része volt, apropója, a másik része az, hogy közel 4 évtizedes kulturális és társadalmi lokálpatrióta szerepvállalás okán is a miniszter úr, mint a vidéknek szólva adta a miniszteri elismerést. Külön kihangsúlyozták, hogy a nagykunságban, illetve a nagykunság értékeit méltóan képviselve, vagy képviselő személy kapta ezt a miniszteri elismerést, és nekem ez nagyon jól esett, mert én gyakorlatilag nagyon sokszor meg lehetett volna már tenni az életünk sokárán, hogy az ember a szülővárosától távol kerüljön, de mindig, minden döntésemben a lokál patriotizmus szelleme, az mindig döntőnek bizonyult, és hát ennek az okán én úgy gondolom, hogy az, hogy szakmailag gyakorlatilag teljes mértékben indokolt volt az elismerésnek a szövege, de igazán a szívemhez még inkább közelebb állt a nagykunságban betöltött szerepvállásnak az értékelése. Még egyszer gratulálunk a díjához. Beszéljünk arról, hogy hogyan is indult a pályája. Hol végezte az iskoláit? Egy iskolába jártunk, legalábbis általános iskolába, és ennek ugye nagy szerepe volt ennek az iskolának, abban is, hogy ön a város kulturális életében is részt vegyen. Kezdjük talán az általános iskolától. Hát igen, mert ugye mindenki az élete folyamán nagyon sokféle impulzust kap, és édesanyámnak köszönhetem alapvetően, hogy a kultúra felé irányított bennünket, hiszen ő nagy opera kedvelő volt, mai napig is őrzök a hagyatéka után egy több mint 300 darabos bakelit gyűjteményt, amin nagyon kivételes felvételek hallhatóak, és ő gondolta úgy, hogy mi közel laktunk az Arany János úti általános iskolához, és mivel ez volt kiemelt zenei tagozat, ahol felvételezni kellett, így úgy gondolta, hogy a testvéremmel együtt, ugye van egyik elhugom, együtt hát ugye felvételire jelentkeztettünk. Hát nagy volt a kihívás, mert ugye ezt mindig elmondták, hogy a zenei osztályban abban az időben nagyon nehéz volt bejutni, felvételizni kellett, nagyon neves, jeles pedagógusok, zenepedagógusok voltak erre fölkérve, és 600 jelentkezőből 36-an indultunk el. Természetesen kötelező, már rögtön vállalni kellett, akik oda bejutottak, hogy a második osztálytól hangszert kellett választani. Így kerültem a zeneiskolával kapcsolatba. Ugye Mészáros Feri bácsi, illetve Nagy Kristófné Panika néni volt kint a hangszerbemutatókon, és hát ugye ott
meg nem csak azt nézik meg, hogy milyen affinitás van a gyárkőcének, hanem milyen a keze, milyen az alkati tulajdonsága, és én így kezdtem el csellózni. Majd 4 év csellózás után volt egy kivételes helyzet a városban, ugyanis a diák zenekarok között, akik bármilyen megmérettetésen részt vettek, mindig előnyben volt egy kicsit karca. Ugye Mészáros Feri bácsi vezette ezeket a ifjúsági vonós zenekarokat, hogy volt nagybőgőse. És a nagybőgős fiú akkor elkerült Karcagról, mert a szülei is elkerültek, és akkor Feri bácsi indítatására vagy javaslatára volt közel 3 hónapon, hogy meg tudják nagybőgőzni, mert jött a következő országos verseny, ahol Karcag nagyon szépen szerepelt, és valahogy ott ragadtam ennél a hangszernél. Azóta gyakorlatilag nem csak Karcagon, hanem a környékben, illetve az országban több jeles együttesnél is volt szerencsém játszani, főleg a 90-es évek közepéig, amivel nagyon sok helyen jártam a világban, és gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy mindig egy nagyon jó kikapcsolódás volt, vagy feltöltődés a kultúra. Ugye én mezőgazdasági technikumban jártam, ugye az nagypapám aranykalászos gazdatiszt volt még a kommunizmus előtti rendszerben. Ő ezt nagyon szükségesre adott, hogy az unokák között legyen olyan, aki esetleg ezt a gazdászfénát tovább viszi. És amikor a technikumot elvégeztem, természetesen nagyon sokat voltam távol, de sikerült elvégeznem a technikumot jó eredménnyel, és az akkori tanáromnak a javaslatára, ugye akkor még kötelező volt mindenkinek rögtön iskola után elhelyezkedni, ugye még az előző rendszer végéről beszélünk, és az ő javaslatára, illetve az ő ajánlására kerültem a Karcagi Kutatóintézetbe dolgozni. Gyakorlatilag az iskolákat utána folyamatosan még, amit lehetett munka mellett ugye végeztem, de azt kell, hogy mondjam, hogy az intézetben betöltött szerepemet mindig hát jó helyen kezelték, illetve megfelelő szinten kezelték a mindenkori vezetők, ezért nagyon hálás is vagyok ezért nekik. És azt kell, hogy mondjam, hogy én úgy gondolom, hogy az intézetnek a elmúlt 30 éves történetében azért sikerült egy pár olyan dolgot, mind a fajták elismerése kapcsán, mind a szakmai területnek a egyéb felületi szervei felé végzett kapcsolattartás szintjén valami olyan maradandót is tenni, ami majd valamikor, ha mi már nem leszünk, akkor az utánunk következők is majd egy jeles alkalom kapcsán visszatekintésbe meg tudják említeni. Azért ritka, ha valaki ennyi évet egy munkahelyen dolgozik. Megfordult valaha a fejébe, hogy esetleg máshova menjen dolgozni? Hát mindig vannak olyan, az embernek a szakmai munkája kapcsán, ugye ez nyilvánvalóan másnak is van ilyen tapasztalata, mindig vannak megkeresések vagy csábító ajánlatok, de az ember sok mindent mérlegel. Mérlegeli azt, hogy az a szakmai terület, ahol ő gyakorlatilag azokat a tevékenységeket végzi, hogy a kutatók nyugodtan tudjanak dolgozni. Az intézetnek a helyzete mindig egy stabilitásra adott okot, tehát nem volt olyan bizonytalansági tényező, hogy máról holnapra kelljen gondolkozni. Viszont ahhoz, hogy a szakmai előremenetel, meg a szakmai kivívások azért minden szakterületen előre viszik az ember, azért elgondolkoztató volt mindig, hogy váltson az ember, ne váltson. Én megmondom őszintén, hogy nekem mindig azok a már sajnos helyek közel közöttünk nem lévő régi kutató kollégák, vagy valamilyen mezőgazdasági szakterülethez tartozó kollégák, akik ugye belénk oltották, vagy belénk ültették azt a elkötelezettséget, hogy bizony-bizony egy nagyon hosszú folyamat addig, amíg egy fajtából, egy fajta jelöltből, egy anyagból ugye fajta lesz, és nincs is benne a pakliba, vagy nem hiányzik a pakliba az is, hogy bizony-bizony egy 6-7 év után egy anyagból nem lesz fajta. De azok az embereknek a stílusa, illetve a munkához való viszonya, amit fiatal korban az ember magára vesz, mert értelemszerűen így együtt dolgoznak, az a későbbi döntésekbe is belejátszik,
És bizony-bizony én úgy gondolom, hogy egy olyan helyzetben, amikor több szemszögből, nem csak szakmai, intézményi szinten, hanem városi szinten is, és ez megtisztelő számomra, hogy a város előjárói, illetve a képviselőtestület külön köszöntött az elismerés alkalmából, nekem nagyon megtisztelő volt, és ebből is éreztem, hogy mindig jó döntést hoztam akkor, amikor éreztem azt, hogy itt nekem feladatom van, és itt számítanak az én jelenlétemre, tevékenységemre. Úgyhogy igazság szerint a lokálpatriotizmus nagyon sok mindent fölírt. Nagyon sokat szoktak ugratni engem vetőmagos szakmai körben, hogy neked borzasztó kiváltságos helyzeted van, mert az országban, tehát én vagyok tőzsgyökeres nagykun is, meg tőzsgyökeres kiskun is, és ugye ebben a szegmens az elég nagy területet ölel föl, és hát nekem nehezen tudják azt mondani, főleg a saját környezetben, hogy gyütment vagy. Tehát ezt nem kell azoknak mondanom, akik ezzel valamilyen szinten szembesülnek, és ezzel szoktak is zirkálni, hogy engem nagyon nehéz ebből a komfortzónából kimozdítani. Nem is nagyon szeretném, ha ki tudnának bőle bármikor is. Ugye oszlopos tagja a Karcagi Szimfonikus Zenekarnak is. Mi a helyzet most a zenekar házatáján? A tekintetben, hogy készül-e például ön, tehát készülnek-e valami fellépésre, koncertre. Ugye itt most arra vagyok kíváncsi, hogy a szabad idejéből, a munkán kívül a zene mennyit tölt be? Hát most már kevesebbet. Azt lehet mondani, hogy ahogy 10 éves ciklusokat nézünk, 10 évvel ezelőtt többet, 20 évvel ezelőtt még többet, 30 évvel ezelőtt meg a legtöbbet. És hát a zenekar készül, ugye új karmesterünk van, szokjuk egymást, egy nagyon kivételes tehetségről beszélünk, aki nem csak a karmesteri pályán van, én megítélésem szerint toppon, ilyen modern szóhasználattal, hanem kifejezetten nagyon jó zenetörténész, és ő kutatja, és keresi azokat a lehetőségeket, amit új hát megközelítéseket, vagy új szemléletet formál a zenei kultúra terén. Zajlanak a próbák, hol minden héten hétfőn, van, amikor egy-egy alkalom kimarad, mert azért azt is látni kell, hogy mindenki ezt munka mellett végzi, illetve a karmester úr is van, amikor ugye a kutatásainak a szinterét nézzük, akkor elég sokszor van, hogy neki a hétfői nap nem mindig alkalmas, de azt lehet mondani, hogy igen. Nincs még meg pontosan, hogy mikor lesz, de nagyon készülünk. Szeretnénk, hogyha az együttes továbbra is tudna működni. Nem egyszerű, nem könnyű. Mivel foglalkozik szabad idejében? Munkáján kívül? Legtöbbet a szabad időmben a kertészkedés, gyakorlatilag a környezetünknek az ápolása, az nagyon igaz, hogy azt szoktuk mi mindig mondani, hogy aki egy bizonyos szakterületen dolgozik, az inkább más csinál, mint a szakterületen, az kapcsolja ki. De ez valahol igaz is, mert a zene ez pont ebből az aspektusból, de mindig szerettem, ha igényes a környezetünk, úgyhogy rengeteget tevékenykedünk a udvarunkon, illetve a kertünkbe, szeretünk kertészkedni, amennyiben van rá idő, mert ugye nem árulok el nagy titkot, hogy Kovács Szilvikével, párommal nagyon sokat kell járni az országot, és bizony-bizony ahhoz, hogy ő tudjon 150%-osan, meg 130%-osan, mint ötletgazda, illetve ezt az egész országos, illetve azt lehet mondani, hogy már több mint országos programot évek óta vinni, azért nagyon sokat kell mellette olyan dolgokat besegíteni, ami mentesíti néhány ilyen technikai dolog alól. Tehát gyakorlatilag a kikapcsolódása nagyon kevés lehetőség, bár azt lehet mondani, hogy a kert program kapcsán, amikor országjáráson vagyunk, vagy kertbejáráson vagyunk, az maga egy felüdülés. Olyan csodákat lehet látni az ország területén, és azok az emberek, akiket éveken vagy évtizeden keresztül semmilyen formában nem ismert el a közösséget, de maga a családja, illetve a saját élethelyzete okán ugye saját magának termel, illetve esetleg a kisebb, vagy tágabb, vagy szűkebb környezetét is ellátja, ugye gyümölcsel, illetve zöldségfélékkel.
ezek az emberek nagyon meg tudják a hozzáállásukkal, azzal, hogy egyáltalán figyelemre méltatja egy program az ő tevékenységüket. Nagyon megnyílnak, és nagyon szívesen látnak benneket, sőt, nagyon ragaszkodnak hozzánk. És ez is, amellett, hogy ez egy komoly leterheltséget jelent, nagyon jó kikapcsolódás is. Uh-huh. És én mindig azt szoktam mondani, hogy az ember egy társas lény, uh-huh. és hogyha a szabad idejét, illetve a munkájával kapcsolatosan, vagy az egyéb tevékenységek kapcsolatosan az ilyen irányú találkozások, vagy kapcsolódási pontok, az is lehet egy kikapcsolódás. Hozzáteszem, nagyon sokat próbálunk együtt a barátainkkal, és ami a legfontosabb, hogy nagyon szeretnénk minél többet tölteni, időt tölteni az unokáinkkal, ugye már 5 unokánk van, és hát időnként, amikor itt vannak nálunk, akkor az is, amellett, hogy egy nagy leterheltség, egy csodálatos kikapcsolódás. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és további jó munkát kívánunk. Nagyon szépen köszönöm, és üdvözlök mindenkit innen a képernyőről is. Kedves nézőim, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőim, már megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása. Viszontlátásra!